Hát, szevasztok, én Geri Szöbő vagyok, és itt lennék egy újabb videóval, ahol megmutatom a Minecraftban a szerverünket. Na hát akkor... feljöttök a szerverre, az IP majd ott lesz a link leírásban. Akkor feljöttök, és itt lesz, hogy jó játékot kívánok, üdvözöljük a Kecske Minecraft szerverén. Jó? Meg hát azt egy kicsit elbénáztuk, de YouTube oldalunk Kecske Minecraft. Na, Brucker Peti a tulaj, vele már játszottam, és már van is fent egy videó a bemutatkozásról, Marty Brucker, lehet, hogy vele is lesz, David 2000, staff, és én vagyok a nagy építész admin. Na, és akkor ez itt az adminok szobra, és most én is itt vagyok, mert én is egy admin vagyok. És akkor itt lesz Peti, Márti, stb. Mindenki itt lesz. Itt a park, és itt a kecske szobra. Ezt Mártival együtt építettük, a szobrat azt én építettem, az falnak pedig a Peti. A kikötő. Ja, és itt van egy kikötő, elmentem mellette. Itt végig lehet csónakázni. Hagyjárás van a cipőmön, de tök mindegy. Na. És itt a vasútállomás, ezt én szintén úgy én építettem. Itt van az étterem. Konyha még nincs kész, de se baj. Itt lehet enni. Sotöbbi. Hopsi. Ott volt egy lyuk. És innentől kezdődik az én házam. Először bejelenteném, hogy ez egy olyan videó lesz, hogy két részes lesz, és ez az első része. Úgyhogy kettő részes lesz. Na de folytassuk. Szóval itt kezdik az én házam. Itt van egy nagyon nagy lépcső, itt a medencém, itt lehet lustázni. Itt is lehet lustázni, és itt van a tűzijáték. Amit ugyanúgy én csináltam. Tudom, amikor most ezt nyáron vesznek fel, és tudom, amikor vége volt a súlynak, akkor ezt meghúztam ezt a kart. Pont az évzárónál, amikor hazaértünk. Itt a mosdó, tusfürdő, WC, blablabla. Olyan mosdós dolgok vannak itt. Na, itt van a konyha. Nincs benne semmi külön. És Zero Benny házat meg később. Itt van a... Enchant szoba. És most jön, igazából itt a bejárat, de tök mindegy. És itt az a metró, ahonnan jön a vasútállomás. Itt megy át a föld alatt. És ide. Oké. Szóval itt van az én házam, itt lehet bejönni. Ez pedig Dávid 2000 háza. Itt van egy étkező. Itt vannak ilyen kemencék, ládák, barkácsasztal, itt az ágya, üllő. Minden, ami egy házba kell. És van itt egy tornya, onnan bármit lehet látni. Csak hát felülről nem lehet látni. És itt az enchant szoba. Ja. Jó van, ezzel is végeztünk. Neki pedig itt van a bejárat. De mindenhol van egy bejárat, kit érdekel. És ez nagyon troll. Így áll egyet, mielőtt ugrasz. Sör. Ugorj! És aki ezt beveszi, a spórul jár, mert hogyha túlélőben van, akkor meghal. Mert nem a slime-ra esik, hanem a barrierre. És ez nagyon nagy szívás. Na. Menjünk fel. Innen nem lehet igazából kijönni, hogy túlélőben vagy. Csak úgy is felrepülsz, tehát hogy. Na. Itt a World of Tanks, most bemutatom a játékokat, mert azok is vannak.
Itt ugye annyi a lényeg, hogy beleülsz, ez a tankod, és lövöldözni kell a tankokra. Mert ugye minimum kettő játékos kell, és akkor így egymás kell lövöldözni. Na, igen. Talált ki. Ezt ugye Anett és Ancsa szokták ezt játszani, de a mi szerverünkön is van. Mindent eltüntető vízgenki. Ne baszogass. Oké, nem baszogatom. Oké. És szóval itt bármit lehet építeni, bla 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 bla. Most én ezt építettem, ez nem tudom micsoda. Most például... Ez király. Tehát mindegy. Igen, itt küzdünk meg a vidőrre, ezt el fogjuk pusztítani, mert már ki is szökött. Itt az a nagy lyuk, ahol kiszökött, mert nem bírta a strapát ebben a sötét helyben. Na most kivilágítom. Oké. És... itt van egy elitra pálya. Úgyhogy ne ijedjetek meg, mindenbe fogok mutatni a szerveren, ha csak nem felejtem el, mert sok minden van. Ez itt az elitra pálya. Üdvözöllek az elitra pályán. Itt csak elitrázni lehet. Ugye? Hát ennyi. Ops. Ez mellé ment. De milyen fájdalmas lehet a valóságban, hogyha neki megyek följön. Na, csak mindegy. Lehet, itt kreatívban vagyok, nekem az nem fáj. Na igen. Oksa. Jó. De igazából úgy nézze ki, mintha egy PvP-re kell. Micsodán, mintha egy PvP-re készülnék, de nem. Nem. Na, igen, és oda kell megérkezni, mert hogy ezeken a karikákon át kell menni. Találtok ki, hányszor mentem át ezeken. Írjatok meg kommentben, hogy hányszor mentem el, hogy teljesítettem-e pályát. Na, erre kíváncsi leszek. Oké. Tehát így egyszerű, na de elitrával milyen, azt képzeljétek el. Itt van Brusker Peti nyaralója, a házat is bemutatom, itt sokkal több könyv van, meg stb. És, hopps, ez mi? Itt vannak a tulaj viagrája, és itt vannak ládák, hopps, ez micsoda, nem tudom ki volt ez, de így visszateszem, oké. Valaki így izélt. Zár, nyit. Ez így ilyen bum. Mi akar lenni egy ilyen bunker. A házában. Úgyhogy gratulálok neki. És szerintem az utolsó, amit ma bemutatok, az a Peti háza, tulajnak a háza, és nem a nyaralója. Neki itt van ilyen kilövője. Nagyon szép. És az ott mi? Biztos valami. Mit tudom én. És... Vagy a szubatavát. Mufahahahaha. Gorosszak vagyunk. Na. De úgyis megolvad. Azt hiszem. Hogy nem? Nem olvad meg. Akkor így jártam. Na. Itt van neki nagyon sok hamburger, mert ő hamburger imádó a Peti. És hát ennyi lenne az ő háza. És a többit ne jegyetek meg, a többit be fogom mutatni később is. Na de hát akkor ennyi lett volna a mai videó. Hogyha szeretnétek többet, akkor nyomjatok egy lájkot. Én Geri Szabi voltam. Szevasztok!